Amióta az emberiség először találkozott a természeti katasztrófákkal, mindig hatalmas természetfeletti lények munkájának állította be azokat, és fejlődhetett bármennyit a tudásunk, hogyha a pusztítás traumája feldolgozhatatlan méreteket ölt, még mindig az óriás szörnyek képébe kapaszkodva próbáljuk azokat feldolgozni. Ezekkel a mondatokkal kezdődött még annak idején a szakdolgozatom, amit teljes egészében az óriás szörnyeknek szenteltem. Azt próbáltam felkutatni, amit az elején még csak sejtettem, hogy ezek az óriás szörnyes vagy japánul kaiju filmek, mintha mindig valamilyen valós történelmi traumát próbálnának meg feldolgozni. Azáltal, hogy újra azokat a képeket mutatja, amit a híradóban láthattunk, és hogy ezeket a hatalmas pusztításokat egy óriás szörny munkájának állítja be, azzal valahogy újra ugyanazt csinálják, mint amit annak idején csináltunk a mitológiában a mitológikus szörnyekkel. A pszichénknek segít feldolgozni azt, hogy egy más köntösben egy tettesre felruházva látjuk ezt a pusztítást. Én máig vallom, hogy ez nagy rész így van, és hogy a kaiju filmek értékéhez nagyon sokat hozzátesz, hogyha ezt is csinálja, nem pedig csak egy sima ilyen pusztítás pornóba megy át az egész. Ahogy azt a karácsonyi kérdez felelek videóban ígértem, idén az új Godzilla film érkezéséhez időzítve ismét előveszem ezt a szakdolgozat témámat az Unibet támogatásával, és igen, egy kicsit megkéstem vele, mert valamiért egy pár héttel korábbra hozták a filmet, mint ezt évelején lehetett látni, és még évelején időzítettem be ezt a videót. Szóval mire most kimegy ez a videó, már rég kint lesz a film, eredetileg még az volt a terv, hogy még előtte kimegy. Mindegy, sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk bele! Ahhoz, hogy megértsük, miről és hogyan próbál meg szólni az 1954-es Godzilla, ahhoz egy kicsit előbb ismernünk kell a film elkészültének körülményeit. Japán nyilvánvalóan egy teljesen másik oldalát mutatta meg a II. Világháború idején, mint amit ma ismerünk. Az imperialista, fasiszta birodalom gyakorlatilag egy nagyobb területre terjeszkedett ki, mint a történelmi öt sziget, és Németország szövetségeseként elég komoly atrocitásokat követtek el egész Dél-Kelet-Ázsiában. Nyilvánvalóan egy ilyen diktatórikus rendszer fenntartásához komoly propagandagépezetre is szükség van, hogy a katonáknak eladják ezt, hogy miért is kell ezeket a dolgokat csinálniuk külföldön. Ennek volt része az 1937-ben alapított Toho Studios, akik rengeteg sikeres háborús filmet készítettek. A háborús filmek készítése során rengeteget tanultak a vizuális trükkökről, most olyanokra gondolok, mint az ilyen robbantások, díszletek, miniatűrök építése. A háború után az Egyesült Államok ugye megszállta az országot, és komoly cenzúra alá kerültek a korábbi propaganda gépezet részei. Így nyilvánvalóan egy háborús filmeket készítő filmstúdió nem igazán találta a helyét ebben az új közegben. A Toho Studios hamar így a csőd felé kezdett el robogni, és az 50-es évek közepére már úgy nézett ki, hogy nem is fognak tudni talpra állni, ekkor viszont egy kicsit enyhült a cenzúra, és visszaszerezték egy korábbi rendezőjüket vezérigazgatónak. Épp elkezdtek volna tervezni egy indonéz-japán koprodukcióban készülő háborús filmet, az In the Shadow of Glory-t, amikor sajnos a forgatás befutcsolt, ugyanis a külföldi színészek vízumát nem sikerült időben elintézni. Így hát ennek a filmnek a producere Tomoyuki Tanaka ott ült egy háborús film költségvetésével, de nem volt nála egy forgatókönyv, amire ezt a sok pénzt el tudta volna költeni. Ekkor jutott eszébe a gondolat, hogy csinálhatnának egy olyan óriás szörnyet Japán számára is, mint amilyen King Kong volt annak idején Amerikában. Pont úgy, ahogy az óriás majom elkezdett pusztítani New Yorkban, az új óriás szörnyük Tokióban pusztíthatna. Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda és Eiji Tsuburaya együtt találták ki Godzillát, aki már a franchise későbbi részeiben egy ilyen családbarát, kedves kis szörnyecskévé alakult, azért a filmek legelején még a háború általuk is átélt borzalmait volt hivatott bemutatni. Az eredeti 1954-es film azzal indul, hogy egy kis halászhajó valami furcsa fény és hangjelenséget tapasztal a csendes óceánon, ezt be is jelentik rádión. A segítségükre érkező hajók viszont ugyanígy eltűnnek. Nem sokkal később egy ehhez közeli partmenti faluban óriási vihar pusztít, ám amikor a hatóságok ide kiérkeznek, akkor a helyiek beszámolójából kiderül, hogy nem a vihar, hanem egy óriási szörny okozta ezt a pusztítást. A hatóságokkal érkező tudósok óriási lábnyomokat is találnak, amik még mindig radioaktív
aktivitást sugároznak. Nem sokkal később egy domb mögött fel is bukkan az óriás szörny, aki besétál az óceánba. Ez a bevezető szinte egész konkrétan idéz fel egy 50-es évekbeli atombalesetet. Ekkoriban egy japán halászhajó, a Fukuryu Maru túl közel hajózott véletlenül egy atombomba kísérlethez, és az egész legénység sugárfertőzött lett, egyikük meg is halt, bár nem a sugárfertőzés következtében. Az Egyesült Államok elismerte felelősségét a történetben, hogy ők nem figyelmeztették jól a közelben lévő hajókat. Ez a történet Japánban elég élesen beégett a köztudatba, mint az emberiség második atombombázása, az első ugye nyilvánvalóan Hiroshima és Nagasaki volt. És nyilvánvalóan egyáltalán nem véletlen ez az azonnali történelmi csatolás. Amikor a korabeli közönség meglátta ezt a filmet, az első képsorokat a moziban, akkor nyilván azonnal beugrott a fejükbe ez a nemrégiben történt hír. És ebből is látszik azt, hogy a készítők nem csupán egy egyszerű ilyen popcorn mozit akartak összerakni egy óriás szörnnyel. Nem egy háborús film helyett készült, összecsapott valami pusztítós film volt, hanem van valami komoly üzenetük a bombáról és a háborúról. A sztori szerint ugyanis a tudósok kiderítik, hogy Godzilla valami ősi dínók idejében élő faj egyik példánya, akit ez az atomkísérlet felébresztett és extra képességekkel ruházott fel. Nyilvánvalóan, ahogy jár kell Japánban, a lábnyomai még mindig radioaktivitást sugároznak, de amikor igazán megelégeli a dolgot, akkor kitátja a száját, a hátán lévő tüskék felizzanak, és szájából nukleáris tüzet lehel. A film gyakorlatilag többet szól a szörnyről és a pusztításról, mint az emberekről. Van egy emberi szála a történetnek, amúgy még egy ilyen szerelmi háromszög is van benne, látjuk a tudósokat, meg katonákat, ahogy próbálják megfékezni a szörnyet, de a kor átlagos snit hosszúságánál is jóval hosszabb sniteket kapunk arról, ahogy a szörny járja a japán nagyvárosokat, és válogatás nélkül pusztít bennük. És nyilván a film nem fél egész konkrét utalásokat is tenni. Mielőtt a szörny Tokióba érkezne, látunk néhány helyi civilt, akik a metrón beszélik azt, hogy hát hallják, hogy erre jön a szörny, és az egyikük meg is jegyzi, hogy nem azért menekültem el Hiroshimából, hogy utána újra egy ilyennel kelljen szembenéznem. A romok, amiket Godzilla maga után hagy, egyértelműen emlékeztetnek a háborúban lerombolt városokra, Tokióra, Hiroshimára, Nagasakira. Nyilvánvalóan a cenzúra során a japán filmművészek nem beszélhettek úgy igazán kötetlenül a háborúról, a bombák pusztításáról, és ez pedig végképp nem merülhetett fel, hogy valahogy az Egyesült Államokat okolják emiatt. Viszont ilyen módon, hogy az atomkísérletek ébresztenek fel egy szörnyet, aki pusztítást végez, valahogy mégis felmerülhetett ez a kérdés, és lehetett róla beszélni. És van még egy nagyon fontos jel, ami arra utal, hogy Godzilla egyértelműen az atomkísérletek következménye, sőt, akár áldozata is. Ha ránézünk erre a szörnyre, akkor mit látunk úgy igazából? Nyilván túl kell néznünk azon, hogy ez egy gumiruhába bújt ember, aki ugrál egy miniatűr díszletben, de most próbáljuk meg ezt figyelmen kívül hagyni. Ez egy fekete, göcsörtös bőrű szörny, amit nyilván, hogyha mai szemmel megnézzük, akkor nem feltétlenül értjük, de a korabeli japán közönség nagyon is értette és tudta, hogy mit kell ezen látni. A japán térő atombombák nyilvánvalóan hatalmas pusztítást végeztek azonnal a detonáció pillanatában, viszont voltak elég sokan, akik elég szerencsések voltak, hogy távolabb legyenek a robbanástól, hogy azonnal meghalljanak, és kisebb sérülésekkel ugyan, de túlélték a robbanást. Az ő bőrükön viszont ez a radioaktív forróság olyan sebeket okozott, amik ilyen fekete, göcsörtös hegekké alakulva örökre ott maradtak. Így bármerre mentek Japánban, tudták róluk, hogy ők ott voltak a két bomba robbanásának idején. Olykor egész konkrétan az aznapi ruhájuk mintázata égett bele a bőrükbe. És bizony Godzilla bőre az alkotók által is megerősítve ezekre a sebb helyekre utal. Ő is egy hibakusa, egy bomba túlélő, akit most felébresztettek, és azért jött, hogy bosszút álljon az emberiségen. De hogy a film üzenetéről még egy kicsit árnyaltabb képet kapjunk, beszéljünk az emberi szárról is. Ahogy mondtam, nyilvánvalóan a film főszereplője maga Godzilla a szörny, de a legfontosabb emberi szereplő egy tudós, egy bizonyos Serizawa, aki egy mindent elpusztító találmányon dolgozik. Az Oxygen Destroyer gyakorlatilag a vízbe dobva elpusztítja valahogy az oxigént, és ezáltal teljesen le tudja nullázni az élő lényeket egy bizonyos körben. Amint erre a találmányára fény derül, mindenki azzal győzködi a tudót,
tudóst, hogy igenis merje bevetni ezt a bombát, mert ez az egyetlen reményük a szörnyel szemben. Szerizava azonban fél attól, hogy mit jelentene az, hogyha egyszer bevetik ezt a fegyverét. Ki és mire használnák később? Hányszor vetnék be újra? Milyen pusztítást végezhetne ez az egész földön? Nyilván az 50-es években elég egyértelmű volt, hogy melyik valós történelmi, vagy hát akkor nem is történelmi, hanem korabeli szeméről van szó, de most Chris Nolan filmjének köszönhetően megint elég sokatok fejében élesen élhet a kép, és nem nehéz kitalálni, hogy Szerizava karaktere Oppenheimert és az ő atombombával kapcsolatos aggájait volt hivatott bemutatni. Végül Szerizava úgy látja, hogy az egész emberiség jövője, és persze a saját hazájának a jövője ér annyit, hogy bevessék az Oxygen Destroyert. De úgy dönt, hogy ő is szeretne a bombával együtt oda kerülni, és maga is meghalni a bombától. A bombát bevetik, Godzilla szerencsésen elpusztul, és kb. Ezzel van vége a filmnek. De abszolút egy olyan üzenet marad a film végén, hogy nem ez volt az utolsó szörny. Őt most egyetlen atombomba kísérlet ébresztette föl, de hogyha ezek a kísérletek még tovább folytatódnak, még további szörnyek érkezhetnek, és még nagyobb pusztítást végezhetnek. És külön érdekes, hogy amikor elvitték a filmet Amerikába, azt teljesen újravágták, kapott egy új címet és egy új főszereplőt. Godzilla King of the Monsters, Raymond Burr főszereplésével. A filmből kivágtak egy csomó részt az emberi karakterekről, a tudós évődéséről, helyette pedig megkaptuk Raymond Burr-t, aki egy újságírót alakít, aki pont Tokióba érkezik, amikor a szörny is ide jön, és kb. Az ő szemén keresztül látjuk ezt a pusztítást. Az amerikai közönség számára ez már tényleg egy popcorn mozi volt, ahol egy gumiruhába bújt ember pusztít a miniatűr díszletek között, és sokkal inkább viccesnek érezték a filmet a korabeli kritikák alapján, mint sem komolynak. Ehhez képest a japán közönség számára a film komoly kérdéseket feszegetett a bombáról, az atomtechnológia jövőjéről, sebeket tépett fel Hiroshimával és Nagasakival kapcsolatban, vagy akár Tokió bombázásáról, ahol még hagyományos fegyvereket vetettek be. És valamilyen szinten katartikus is volt a film. A végére ugyan hiába kérdéses módszerekkel sikerül végezni a szörnyen, sikerül elpusztítani ezt a pusztítót, és utána az emberek összefoghatnak, és közösen újjáépíthetik a várost, anélkül, hogy jönne egy korábbi ellenségük, és cenzúrával meg ellenőrzéssel felügyelni ezt az újjáépítést. Máig tart a vita arról amúgy filmes, filmelemzői körökben, hogy minek is az allegóriája pontosan Godzilla, maga a szörny. Nyilván az egyik legkézenfekvőbb, hogy közvetlenül a bomba allegóriája, hiszen ugyanúgy, ahogy a bomba pusztított a valóságban, Godzilla pusztít a filmben. Sokan értelmezik viszont úgy, hogy Godzilla Amerika allegóriája. A Amerika a pusztító, aki idejött Japánba, elvégezte ezt a sok pusztítást. Szerintem viszont egy sokkal pontosabb hasonlat Godzillára, mint az egész atomtechnológia allegóriája gondolni. Amikor elkezdtük a legelső atomfegyvereket megalkotni, kinyitottunk egy olyan Pandora szelencét, amit már soha többet nem lehet bezárni. És arról ne is beszéljünk, hogy ez elhozta az emberiség legszorongósabb és stresszesebb időszakát, a hidegháborút. Gyakorlatilag olyan fegyverarzenálokat halmozott fel több különböző ország, ráadásul egymással szemben álló országok, amik akár az egész bolygó élővilágát képesek lehetnének elpusztítani. És nyilván oké, ezek a fegyverek az irányításunk alatt vannak, és az emberek majd megakadályozzák, hogy ez megtörténjen, de akkor is ott van ez a rengeteg fegyver mind a mai napig, amik, hogyha az űrből küldenék, az egész bolygót el tudnák pusztítani. És szerintem ez az a pusztítás, vagy hát ennek a pusztításnak a lehetősége az, amit a legelső atomkísérletek felébresztettek. Ez maga Godzilla, ez az a veszély, amire Godzilla felhívja a figyelmet. És igen, nagyjából ugyanaz szerintem a filmnek az üzenete, mint az Oppenheimernek. És nyilván a következő évtizedekben a Godzilla mint franchise nagyon népszerű és sikeres lett, és mint ilyen eltávolodott a korábbi traumatikus és allegorikus múltjától, és sokkal inkább tényleg egy ilyen családbarát kabala figurává kezdett átalakulni a 70-es, 80-as, 90-es évekre. Az egyik részben konkrétan volt egy ilyen kis mini Godzilla, Godzillának a gyereke, akivel tudnak azonosulni a kis lurkók, és hát nyilván ebben a filmekben már nyoma sincs ezeknek a traumatikus háborút meg bombázásokat idéző képeknek. Aztán nyilván a 90-es években az amerikai államgyárban, Hollywoodban is
is megszületett az ötlet, hogy lovagoljuk meg ezt a franchise-t, és legyen nekünk is egy ilyen geek-szerű lényünk. Akkoriban épp jól mentek a katasztrófa filmek, a Jurassic Park, úgyhogy hát igazából össze lehetne gyúrni a kettőt, és fogunk egy ilyen nagy dinószerű lényt, és akkor ő majd pusztít New Yorkban, kb. Mint a Jurassic Park 2-ben, ez már tök jól ment. Felkeresték akkoriban épp a Függetlenség napja miatt nagyon jól fizetett rendezőt, Roland Emmerichet, hogy alkossa meg az amerikai Godzillát. 98-ra el is készült ez a film, és a nézői körökben nagyrészt általános egyetértés, hogy a rendező egyáltalán nem értette Godzillát. Nyilván mindjárt a film elején nagyon kényelmesen áttolja a felelősséget a franciákra. Itt véletlenül se lehet gond azzal, hogy Amerika atomkísérleteket végez, itt egy francia atomkísérlet van hatással valami iguana fészekre, ami felébreszti azt a szörnyet, amit a film Godzillának hív. A film sokkal nagyobb részt inkább az emberekkel foglalkozik, akik követik Godzillát, aki elmegy New Yorkba, itt tojásokat rak, és aztán a pusztítás hatására megharagszik, és akkor elkezdi lerombolni a várost, aztán végül beleakad a Brooklyn Heat köteleibe, és simán a légierő repülői lebombázzák. Nos, teljesen nyilvánvaló, hogy ez a Godzilla nem az igazi Godzilla. Nem feszeket semmiféle kényes kérdést a bombáról, a háborúról, az atomtechnológiáról vagy bármiről. Ez szimplán csak egy gyíkocska, aki nagyra nőtt, aztán jött az amerikai hadsereg és lebombázta és simán megölte, szóval igazából nem is kellett annyira aggódni. És oké, valamilyen szinten az amerikai közönség számára traumatikus lehetett New Yorkot így lerombolva, vagy hát nem is lerombolva, hát egy kicsit megsebezve látni, de nem annyira, mint az 50-es években Tokiót. 98-at írunk, New Yorknak nem kellett szembenéznie semmiféle nagy pusztítással vagy traumával. Ha az igazi amerikai Godzillát keressük, ahhoz előre kell utaznunk 10 évet a Cloverfieldhez. A film egy zseniális kombója az ilyen talált, felvételes, kézikamerás horroroknak és az óriás szörnyes katasztrófa filmeknek. Az egész film azzal indít, hogy ezeket a felvételeket és ezt a kamerát a Cloverfield eset helyszínén találták, amiket valaha még Central Parkként ismertek. A kamerán pedig sorra jönnek a felvételek arról, hogy egy baráti társaság valami búcsúbulit szervez az egyik tagjuknak, és megbízzák egyiküket, hogy erre a kamerára rögzítse a neki szánt jó kívánságokat. A buli közben viszont valami földrengés és robbanás rázza meg New Yorkot, és utána ezzel a kamerával dokumentálják az eseményeket. Mint kiderül, valami szörny érkezett a városba valahonnan, és most elkezdett pusztítani itt, a barátok pedig megpróbálják kimenekíteni az egyik társukat, aki beljebb egy épületben ragadt, aztán pedig megpróbálnak elmenekülni a városból. Na és hogyha keresünk egy filmet, ami valami komolyat akar mondani egy valós amerikai tragédiáról, akkor bizony ez az. Nem is kell olyan nagyon messzire menni, hogy érezzük a párhuzamokat a szeptember 11-i terrortámadások és a Cloverfield között. Teljesen ugyanazok a képsorok köszönnek vissza a filmben, mint amiket 2001-ben a híradóban láthattunk. A város utcáit ellepi a hamu, és az emberek így hamuval borítva bódultan bolyonganak az utcákon. A város egyik ikonikus szimbóluma, itt a filmben a szabadság szobor, megsebezve látszik a távolban, a főhőseink még konkrétan látják, amikor a feje végig csúszik az utcán. A máskor nyüzsgő és élettel teli város egy ilyen horrorisztikus helyszínné változik, ahol elmegy az áram, szörnyek járják az utcákat, és az egyetlen célja a főhőseinknek, hogy minél messzebb és ki akarnak innen jutni. És hogyha valamennyire meg akarjuk érteni, hogy milyen érzés volt a Godzillát nézni az 50-es években, akkor bizony a Cloverfield eredeti mozis vetítése állhat hozzá a legközelebb. Nyilván itt a szörny nem az atombombának a jelképe, hanem a terrornak, amiről elég sokat beszélt akkor a közvélemény, és mindenki ezzel foglalkozott a szeptember 11-i támadások után. És valahol, mondom, katarktikus újra átélni egy filmen keresztül ezeket az eseményeket, és megszemélyesíteni egy szörny képében, amit valahol, valahogy le lehet győzni. Még akkor is, hogyha mondjuk a szeptember 11-i támadás és az atombombázás áldozatainak a száma nem összehasonlítható. Viszont még egy filmet fel kell hozni ide, hogyha már amerikai óriás szörnyekről beszélünk, hogyha szóba jött ez, hogy amerikai Godzilla. Nyilvánvalóan a 2014-es újraélesztett Godzilla franchise-t, aminek a legújabb része épp most március végén érkezett a mozikba. Nos, amikor ezt a filmet, a 2014-es filmet először bejelentették,
én épp nagyban írtam a szakdogámat, és mire a mozikba került, addigra gyakorlatilag már kész voltam azzal a részével, ami az eredeti 50-es évekbeli Godzilla filmnek a allegorikus jelentését kutatta, úgyhogy nagyon kíváncsian vártam, hogy vajon ez az új film csak egy ilyen pusztítás pornó lesz, vagy próbál-e valamilyen allegorikus jelentést kölcsönözni a szörnynek, vagy hát szörnyeknek, mert tudtuk, hogy lesz benne valami más szörny is. Nagyon röviden, miről szól ez a film? A film egy fiktív japán atomerőműben, Janjirában indul, ahol egy földrengés hatására történik valami atomkatasztrófa, ami miatt evakuálni kell a környező települést, és nyilván az egész gyár dolgozóit. Bryan Cranston alakítja az egyik főhősünket, akinek a felesége benragad itt ebben a gyárban, és soha nem tudja elengedni ezt az emléket. Évekkel később a jelenben felveszik a fonalat, ahol beszökik a evakuált zónába, és sikerül bejutniuk az atomerőműbe, ahol kiderül, hogy az atomerőmű mélyén valami óriás szörny bebábozódva táplálkozik a baleset után maradt radioaktivitásból, de most kiszökik és elindul az óceán felé. Aztán a főhőseink belekeverednek egy olyan sztoriba, hogy van itt valami titkos, óriás szörnyeket kutató és velük foglalkozó szervezet, a Monarch, aki az 50-es években már megküzdött Godzillával. Egy kicsit érdekes, mert első ránézésre majdnem úgy hangzik, mintha az eredeti Godzilla filmnek a folytatása lenne ez, de egy kicsit átírják a sztorit. Itt nem az van, hogy az atomkísérletek ébresztik fel Godzillát, hanem Godzillát csak mélytengeri fúrások ébresztették föl, és aztán az atomkísérletek azok igazából arra voltak próbálkozások, hogy atombombákkal elpusztítsák Godzillát. Azt hitték sokáig, hogy sikerült elpusztítani, aztán kiderült, hogy nem, de már nagyon-nagyon sok éve nem látták. Most az új szörny előbukkanása miatt megint ő is előbukkant, és Hawaii-nál találkoznak, és itt először összecsapnak a szörnyek. Aztán az is kiderül, hogy nem csak ez az egy szörny van, még sok-sok évvel korábban a Monarch kutatói két tojást találtak egy Godzillához hasonló óriás szörny csontvázában. Az egyikük elindult Japán felé, és azt már tudjuk eddigre, hogy ő okozta ezt a földrengést, ami az atomerőműt megsebesítette, és aztán ő ott bebábozódott. A másikat viszont, mivel még nem kelt ki, de azért erősen radioaktívan sugárzott, magukkal vitték Nevadába, a Yucca hegységben található atomhulladék lerakó telepre, és ő máig ott van. Nyilván ez a szörny ott az atomhulladék lerakó telepen teleszívja magát sugárzással, ő is kikel. Először Las Vegasban pusztít egy kicsit, aztán mind a három szörny elmegy San Franciscóba, és ott összecsapnak, és Godzilla győz, és akkor az emberek is boldogok, meg minden, de azért le van dobolva a város. Na most, nagyrészt azért pusztítás pornó, de van valami allegória, ami úgy érezhető, szóval próbáljuk meg ezt felderíteni. Nyilvánvaló azért ugye a párhuzam a három évvel korábbi 2011-es japán földrengésekkel és a fukushimai atomerőművel. Megint ugyanazokat a képsorokat látjuk, mint a híradóban az evakuált város, a vízzel elöntött utcák, a porosodó atomerőmű. De az is egyértelmű, hogy az allegóriának a fő szereplői nem is feltétlenül Godzilla, hanem ezek az új szörnyek, amiket ez a film Mutónak hív. Mert hogy az 50-es években az atomtechnológiához köthető legnagyobb veszély az atombombák voltak. De ma? Azóta nem annyira az atomfegyverekről van főleg szó, hanem az atomenergia békés felhasználásáról, az atomerőművekről. És ez tényleg egy nagyon pozitív dolognak tűnik első hallásra, hiszen még a megújulóknál is tisztább tud lenni az általa generált áram, viszont két nagyon-nagyon fontos probléma van vele. Az egyik a balesetek veszélye. Mert az atomenergia története során többször is tapasztaltuk azt, hogy amíg nincs semmi baj, oké, addig tök jó minden, de elég egy olyan emberi mulasztás, mint Csernobil esetében, vagy egy természeti katasztrófa, mint Fukushima esetében, és sokkal-sokkal nagyobb lehet a baj. És nyilván ezen a kettőn kívül is nagyon sok olyan atombaleset volt az emberiség történelme során, ahol többen életüket vesztették, és kvázi a szerencsének meg a gyors reakciónak volt köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. De hogyha nem jártunk volna sikerrel, akkor tényleg akár kontinensek válhattak volna lakhatatlanná a sugárzás miatt. És igen, ezeket egész eddig elkerültük, de el tudjuk kerülni örökre? A másik nagy veszély az atomenergiának pedig nyilván az, hogy oké, elhasználjuk ezeket a hasadóanyagokat, és csinálunk belőle áramot, de utána még mindig sugárzó marad. És mit csinálunk ezzel? Jelenleg a legjobb megoldásunk erre az, hogy hordókba rakjuk őket, és elvisszük barlangok, meg hegyek mélyére, és aztán leborítjuk őket betonnal, meg sóval, meg mit tudom én, és reméljük, hogy arra a sok ezer évig, ameddig ez még sugárzó marad, addig békén hagyják őket. És nyilván az egyik legnagyobb ilyen atomhulladék lerakó telep, az tényleg Nevadában, a Yucca hegységben van, és
innentől azt hiszem értitek, hogy ezek a szörnyek mire akarnak utalni. Nyilvánvalóan megtartjuk azt az allegóriát, hogy a óriás szörnyek a Godzilla filmben az atomenergia veszélyeit hivatottak bemutatni. Az 50-es években volt Godzilla az atombomba veszélyének a megmutatója, ezek az új szörnyek pedig az atomenergia békés felhasználásának, az atomerőműveknek a két nagy veszélyét mutatják be, ezért van belőlük kettő. Viszont sajnos itt egy kicsit szét is esik ez az allegória. Nyilvánvaló, hogy a rendező Gareth Edwards és a forgatókönyvért elsődlegesen felelős Max Borenstein akartak valamit mondani az atomtechnológiáról, és volt valami ötletük, hogy hogyan építsék fel ezeket a szörnyeket allegórikusan, csak aztán nyilván jött még három másik ember, aki belenyúlt a forgatókönyvbe, meg kellett egy kicsit hollywoodosítani ezt az egész projektet, szóval a végére azért inkább egy nagy pusztítás pornó lett belőle, és úgy nincs teljesen feloldva ez az allegória, és egy kicsit inkább tisztára van mosva Amerika kezében is. Az atombomba itt nem ébresztette fel a szörnyet, hanem pont azért jött létre, hogy őt elpusztítsuk, tehát ő csak úgy felébredt, tehát ilyen természeti következményként jött, véletlenül sem az embereknek volt köze hozzá, és aztán az atombomba veszélyeinek allegóriája legyőzi az atom erőművek veszélyeinek allegóriáit, hogy most akkor ez, hogy akkor az atombomba veszélyesebb, mint az atomerőművek? Oké, igen, vagy hogy az atombomba meg tud védeni minket az atomerőművek veszélyeitől, ennek már nincsen semmi értelme. Minden esetre azért lényegesen nagyobb érzékkel nyúlt ehhez az egész franchise-hoz, mint a 98-as film, és ráadásul a franchise-nak nem csak ahhoz a részéhez, ami mindenféle figurákat akart eladni, és egy ilyen családbarát kabalaként kezelte Godzillát, hanem az eredeti filmekhez, amik valami komolyat akartak mondani egy nagyon is komoly jelenségről. És félreértésenség, nem azt akarom mondani, hogy a Godzilla a leges-leges legjobb film a világon, vagy az én kedvenc filmem a világon, de én kifejezetten máig szeretem ezeket az óriás szörnyes filmeket és az allegóriáikon gondolkozni, még akkor is, hogyha ezt az új franchise-t azért eléggé elpopcornosították. És akkor kicsit így zanzásítva, ez volt amúgy a szakdolgozatom, amit én még 2014-ben leadtam, és amúgy igen, 5-öst kaptam rá, erre tök büszke vagyok, meg még OTD-ken is voltam, és akkor most így mutatnám az ilyen kinyomtatott, tudjátok, ilyen kemény fedeles verzióját, csak hogy ezzel az van, hogy azt le kellett adni az egyetemnek, és azt meg is tartották, szóval nem fogok kétszer kifizetni, hogy legyen egy saját példány, úgyhogy nem tudom megmutatni, képzeljétek ide a kezembe ezt a szakdolgozatot. Ez volt az. Remélem segítettem egy kicsit valahogy más szemmel nézni a Godzillára, vagy szerintem azért sokan hallottátok, hogy a Godzilla valahogy az atomtechnológiáról szól, én ennek próbáltam egy kicsit utána járni, de tök kíváncsi vagyok, hogy amúgy így mondtam-e ebben nektek új információkat, vagy most adtok-e emiatt egy új esélyt ennek a franchise-nak, és gondolkoztok-e erről? Beszélgessünk róla a kommentekben, vagy a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. És mint mindig, most is nagyon sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, és követtek mindenféle extra helyeken, TikTokon, meg Instán, meg Threadzen, meg mit tudom én, várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.